Ha semmiből kezdjük, kinek a nyomor, kinek a lélek nyomor? Hol a csend, honol, kinek a fájdalom, kinek a vigasz, vigasz? Kinek jut a hamis, és kinek az igaz? Mindegy, ha szivat, ha egy cipőben járunk, egy utat keresünk, közös célt látunk. Itt élek én is, és keresem a helyemet, keresem, mit akar az az elveszett szeretem. Ifjú titán velem szemben, illetve itt mellettem a balomon. Csut, így egyszerű. Igen, a Csutkából. Mint Csut, tehát ezt levágtam, mert Csutka volt a becenevem, és hát még mai napig az elég vékony vagyok, mint egy alma Csutka, már jó 14 éve. Megvan ez a név, aztán nem sokat gondolkodtam a művésznél, hanem fogtam, levágtam a végét, azt maradt a Csut. Úgyhogy így, igen. Sokadik interjú, de ez most kicsit belevörösödtél, izgulsz? Kicsit izgulok, igen. Hát ilyen tévés még első. Igen. Veszik a szüzességet, ez az! Igen. Figyelj, őszinte kérdés, tehát megnéztem a videóklipet, amiről most beszélünk, számomra igen. Pláne, számomra idegen. Ballagási zakó? Ballagási zakó, abszolút, igen. Onnan maradt vissza. Meg vizsgazakó. Most már vizsgazakó, igen. De látom, viszont nyakkendőváltás van benne egyszer. Nem, egy nyakkendő van benne. Egy nyakkendő van benne, igen. Zavarba akartalak. Velem csak annyira vagy, na, te is őszinte, amíg látod a hátom, és nem nézel a szemembe, ki akaszt a sok megölném az összeset, az agyukba égetném, hogy mi is az a becsület. Feszültnek látsz, te hozod ki belőle minden gátlásom a rendben, régen levetkőztem. Ki találta ki, hogy ebbe a szép ruhába fogod gyakorlatilag elmondani az őszintét, a frankót? Hát ezt együtt Roland barátommal találtuk ki, akivel forgattam a klippet. Roland egyébként itt áll, csak nem kerülhet képernyőre, mert hát ő rajta is nyakkendőben. Na mindegy. Nyakkendőben, igen. Szóval vele találtuk ki ezt a klippet. Igazából a klipnek az a mondani valója, és hát magánk a számnak ugye számodra idegen, hogy ugye a mai világban mindenki egy állarcot ölt, egy ilyen idegen kosztümöt magára, csak azért, hogy megfeleljen bizonyos elvárásoknak. És ugye én is a klipbe először csak egy kezdő MC-ként szereplek, aki szöveget és a többi. Meg áthúzza a szót, ami nem tetszik éppen. Meg áthúzza a szót, igen, ami nem tetszik. És aztán ugye jön a csaj, egy ilyen menedzser csaj, és ő bemutatta a főmenedzsernek, ahol egy lemezszerződést kínálnak nekem, de ezzel engem belevisznek úgymond a rosszba, tehát. Ez kiderült egyébként a klipből, én megnéztem, nem, nekem nem jött le. Ez nem derült ki, azért mondom most, tehát sajnos ezt így nem tudtuk már belevinni, kevés volt az idő, stb. Úgyhogy hát ez a lényege, és ugye az ötén az hogy egyre feljebb kerülök pénzileg, illetve ismertségileg a ranglétrán, de úgy vesztem el a barátokat, stb. Ma még ismernek, holnap már a nevem se tudják, le se szornak, de ma még a zeném tolják. Ilyen ez a világ, te is hallottál róla, mégis szobálod a hányást, és beállsz a sorba, neked mit mond egy kép? A kölcsönös érzemet, na a keresd az elrejtett értelmet. Nem vagyok költő, főleg nem művész. Szarok a pofádra, szimplán ennyi az egész. Közik az ott mondom, nem engedik a fejesek, pedig a föld alatt már voltak aranylemezek. Nem tehetsz róla, hogy nem nyitod ki a szemedet. Ezt adta a 8 év, ezt adták a szemedet. Nagyon dühösen kezdted el a rappelést, ugye ahogy kezdődik a dal. Sőt, a második verzében konkrétan elhangzik az a sor, hogy megölném az összeset. Tehát egy ilyen elég kemény fenyegetés is megy. Kit bántanál? Vagy ki nem tetszik neked? Hát, hogy mondjam, nem azt, hogy nem tetszik, hanem mondhatom azt, hogy most már kezd felfele ívelni a zenépám, és rengeteg értetlen ember van, aki tehát levelekkel bombáznak, és egyszerűen úgy látom, hogy ez a mai társadalom nem egy vevőképes társadalom. Tehát bármit kiírok, ugye híreztelek, posztolok, stb. 1500-szor elmondva, stb. És ugyanúgy rákérdez, és direkt agresszíroztatva, stb. Úgyhogy... Megnyugtatlak, ez így is marad. Ez így is marad, de azért próbálunk valamit tenni ellene. Ismert az igazság más, a hazugságon kívül, de semmit se látsz én. Unom már a szíveket, a mosolygós fejeket, ez csak álca. E mögött nincsen semmi szeretet, elfelejtett mindenki túl merevvé váltam. A tudattal, ami gyilkol, ami támomban láttam, a rep az egyetlen támaszom, miért pont te lennél? Miért számít csak rád, ha ok nélkül átvertél? Miért legyek jó, ha te szemét voltál végig? Miért legyek a tiéd, ha ez már semmi sem szépít túl? Pesszimista vagyok, nem látszom jó színben, mintha elveszett volna, miben ez idáig hittem. Kifejező eszköz mindenképp a zene meg a rappel, és aztán pláne, hiszen szövegcentrikus, és ott ugye lehet brillírozni szépen. A szórakoztatás maga azt téged nem mozgat, tehát hogy ilyen vidám perceket okozni másoknak, vagy inkább így arcba az őszintét? Arcba az őszintét, igen, arcba az őszintét, de hát, hogyha vidám dolog, akkor inkább ilyen ironikus
komikus dolgok felé orientálódok. Van egy-két ilyen vicces klip, mert most is forgatunk épp forgatás alatt van egy újabb klip, ami már egy teljesen vicces témájú klip, tehát nem ilyen komoly. Szeretek sokszínű zenét csinálni, de viszont a maga a mondani való, tehát a lényeg, a tartalom az mindig ugyanaz. Tapasztald meg, mit akkor az élet sötét oldala, hogy szarként nősz fel egyedül, egy szájba a sarokba. Leszorják, mit mondasz, neked nem maradsz más választás. Megmutatom, mit tud ez az alultáplált félnótás. Sakkoztam az élettel, de egyből el is vesztettem. Csak egy ember volt számomra, kiben rögtön bele szerettem. Áldottak már téged, mennyire érezted a fájdalmat, a szánamat, hogy ezért is folyton téged támadnak. Naiv voltam, hittem, sőt, bűnbánatot éreztem. De hogy teheted ezt, hogy még a szemedbe se nézhetem? Elszagadott fényképek szar törött tükrök képében. A sírom és a fejfám a föld leghidegebb mélyében. Mennyi téged ért csalódás, mennyi hiába való közelem. Mindig előtted a cél, ami nem más, mint a győzelem. Mennyi áldozat ki elment, vajon mennyit kell még szenvedni, mikor mondja azt a másik, hogy csak téged tud szeretni. Bennem nem volt sok érzelem, azt is elvetted tőlem. Egy depressziós barom, igen, ez lett belőlem. De felnőttem és tudom, hogy nem lettem szára mutat. Nem tudom megfeledni, nekem ez az, ami fáj. Hova tovább? Tehát, hogy mi a cél? Február 23-án jelent meg az első nagy lemezem, Kritikán aluli LP címmel, ez 20 számot tartalmazott, arról is megjelent 4 klip, de ezt most hagyjuk, ez a számodra idegen pedig az új nagy lemezem első klipje, a Rébus LP, ami 2013 májusában fog megjelenni, ha minden jól megy, és erről a lemezről szeretnék még 2 klipet, ezen kívül egyet most még forgatunk, ez a remekül című szám, és majd még lesz még egy március április körül, aztán májusban jön a nagy lemez. 3 darab dal előzi meg magát azt, hogy... Lemezt, igen. Lemezt. Igen. És utána akkor még 3? Nem. Na, hát így nem. Maximum egy, hogyha így kirakok egy szavazás valam, és a közönség szeretne, akkor egyet, de így inkább így szeretjük előni, hogy még nem hallották a nótát, és úgy csinálunk hozzá a klippet. A vállalt veregelték úgy, hogy azt sem tudják ki vagy, csak annak látszatát kedvettek. Kis szemetesként hoznátok, mikor jó voltál a számukra, de mára már meguntak, és kiraktak az utcára. Mások kinyolják a mégis 8-ból ez bukásra. Csak a napi cigit legyen, mert te nem vágysz több tudásra. Én vágytam, de te azt mondtad, hogy keresek másik iskolát. Isten helyett tudom, az ördög a legjobb cimborát. Persze átérzik a fájdalmam, az én szememmel látnok. De az én szememmel látnál, éreznéd, milyen az a bánat. Mennyi téged ért csalódás, mennyi hiába való közelem. Mindig előtted a cél, ami nem más, mint a győzelem. Mennyi áldozat ki elment, vajon mennyit kell még szenvedni, mikor mondja azt a másik, hogy csak téged tud szeretni. Bennem nem volt sok érzelem, azt is elvetted tőlem. Egy depressziós barom, igen, ez lett belőlem. De felnőttem és tudom, hogy nem lettem szára mutat. Nem tudom megfeledni, nekem ez az, ami fáj. Látom már beszívva rappelni rengeteg rappert. Én inkább meghalok vagy a fejemhez, nyomjatok fegyvert. Tudjuk, hogy a lusta ember legjobb muzsája azért a határidő. Hogy állsz? Tehát hogy ez a május, ez egy tartható dolog lesz? Ez egy tartható dolog lesz, igen. Szövegileg kész vagyok, zeneileg is nagyjából megvannak a cuccok. A stúdióban hátrajött a master meg a keverés. Úgyhogy, meg hát ugye a klip, a maradék másik klip leforgatni, aztán sajnos kézzelfogható formátum szerintem nem lesz, ingyenesen letölthető lesz, de aztán meglátjuk, mit az addig a sors. Hozzá a legjobbakat egyébként, lesznek olyan közreműködők, akiket szeretnél megemlíteni, akár zeneszerzőként, akár társ rapperként, MC-ként? Hát közreműködők, lesz rajta Pez, ő egy budapesti ötlenember, akkor lesz Paul MC, illetve lesz egy négyes közös MC Sean, Heki, MC Black is in.